Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit, vendégem Nagy Judit, a Színtér Egyesület elnöke, a Szabad Színház művészeti vezetője, szervusz. Örülök, és jó estét kívánok mindenkinek. Nos, arról beszélgettünk az imént, hogy Idestova 60 esztendős két emberöltönyi távolságról fogunk visszatekinteni 2018-ban a Szabad Színház, illetve a Színtér Egyesületre. Ez egy fantasztikus következő esztendő lesz minden bizonnyal. Most azonban advent hetében vagyunk már, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy most van időnk arról beszélgetni, hiszen a Szabad Színház adventje ez mindig különleges. Én ezt tapasztalom Idestova két évtizede. Nos, hát akkor vágjunk bele, ugye Varga Eszter kiállítása már megvolt, a kiállítás megnyitó, viszont itt a lapozgatok, én azt mondom, hogy már november 24-e egy remek Hubay Miklós Magony Imre római karnevál. Beszéljünk erről akkor először is. Igen, ez a társulatnak az új bemutatója. Hubay Miklós fia is részt vett a premiéren, és hát most sikerrel szerepelt a Pál István Fesztiválon is ez az előadás. Szeretnénk majd Pápára is vinni egy csere előadás keretében, hiszen pont ez a Jövőre veled ugyanitt című produkció, ez egy pápai társulat előadása volt, de hát az együttműködés jegyében mi is fogjuk ezt a Hubay darabot vinni Pápára. Egy színház belterjes világáról szól. Azt mondom én, hogy akik szeretik a színházat, azok minden bizonnyal élvezni fogják, főként azért, mert a címszereplő Törsök Márta, aki a dívát alakítja, és számos ismert, és nem csak a színpadról ismert figura is szerepel benne, például az írót, Hubay Miklóst Magony Imre alakítja, illetve a színház igazgatót pedig Fertő László, és a színháznak az egyik díszletmunkását pedig Szabó Miklós, és őket más produkciókból is ismerhetjük, illetve Székesfehérvár közösségi életében más funkciókból is. Igen, még erre visszatérve már nem szervesen kapcsolódik hozzá. Ugye megcsináltuk, mi megnéztük a Tűz csiholóit, fantasztikus volt, tehát azt gondolom, hogy Matúz János talán eddigi legjobb rendezése 56-ról, és ha már itt tartunk, akkor ugye Szabó Miklós és az ő társa, azt hiszem, hogy az volt az egyik olyan jelenet, ami túlcsordult a szívünk bizonyos értelemben a nagyon is valóságos történettől. Igen, és hát most, hogy Mártát említetted, meg kell azért emlékezzünk arról, hogy az idei esztendők is kifejezetten sikeres volt a számára is. A Szabad Színházért, és te a Mártának különösen. Igen, én azt gondolom, hogy Törsök Márta pont az a színésznő, aki kimaxolja a lehetőségeit minden tekintetben, aminek én nagyon örülök, és nagyon boldog, nem csak a főszerepekben, hanem a karakterszerepekben is, egy nagyon sok oldalúan használható színésznő, és hát főként azért is fontos aranyba önteni a nevét, hiszen ő is az egyik majdnem alapítótag, tehát ő az egyik legrégebbi társulati tag, és hát jövőre jubileumi évet hirdetünk, úgyhogy igyekezzük is ezeket a társulati tagokat minél inkább a reflektorfénybe állítani. Nagyon jó, hogy velünk van. 26-a vasárnap, már ott van látó távolságban a karácsony, és az esztendő nekem mindenképpen fénypontja, hát még a gyerekek mit mondhatnak erre, egy kis karácsini csoda. Igen, ez egy tüneményes mese. Ez tüneményes mese. Igen, no. Hát én úgy tekintek az adventre, most is olyan izgalommal, a várakozás élményére, mint gyerekkoromban, és azért is tudok mindig ilyen izgalmas gyerekek számára és családok számára is izgalmas produkciókat kitalálni, mert engem magamat is izgat az, hogy mi történik az akváriumban, hogyan karácsonyoznak a halak, vagy az egerek hogyan karácsonyoznak. Tehát nem csak az izgatott engem gyerekkoromban, hogy mi hogy töltjük a karácsonyt, és hát ebből az inspirációból adódott, hogy engem izgatott az is, hogy az állatoknak milyen a karácsonya. Még több mese van a tarsolyban, amit szeretnénk megcsinálni, de hát ez egy tünet. Ugye, hogy a kis egerek hogyan töltik a karácsonyt, mi az ő karácsonyi rítusuk, és hát egy nagyon kalandos történeten keresztül, amikor a nagy sajtgyémántot ugye végül is megtalálják ebbe a nagyon nagy kastélyba, előkerítik, akkor az ő rítusukról is
kiderül az, hogy mennyire fontos az egér közösség számára. És azt gondolom, hogy ahogy a gyerekek ezeken az egereken és az ő ünnepükön keresztül átélik a karácsonyt, abszolút végigizgulják az egész mesét. Nagyon sok helyzetkomikumot ad a helyzetkomikumra ad lehetőséget maga a háromszintes díszlet is, amiben ez a bábjáték játszódik, úgyhogy a szülők is nagyon élvezik ezt a dolgot. Úgyhogy nekem is az egyik kedvencem. Lubickoltok benne a cincin kastély titkat. Igen. Csak kedves nézőink, hogyha a gyerkőcöket mindenképpen egy jóval szeretnék megajándékozni még karácsony előtt, hát akkor találkozhatnak Lord Cincinnel, Gomolya kisasszonnyal, Lady Bryal, Lady Camembert, Lady Gonzola, Lady Gouda, Lady Mozzarella természetesen, Lady Ricotta, Parmezán kisasszony, Pusztai Pál, Trapp Pista, természetesen fantasztikus nyelvi lelemények sorozata, Lubickol benne mindenki, mondom. Igen, igen, sajtokról vannak elnevezve a szereplők, és hát ez a Trapp Pista, ez az egyik kedvencem, mert ő a komornyik, és ennek annyira jó karaktert adtak a bábosok, hogy én nagyon szeretem ezt a komornyikot. Szóval ez igéző történet, igen. Így is, úgy is. Nos, hát decemberben vagyunk már, és egy újabb vasárnap 3-án a Süvegrejtélye Mikulás műsor. Azt gondolom, hogy itt is a prikulicseké a szín. Nem, ezt a felnőtt társulat játssza a Süvegrejtélyét, és ez egy élő zenés előadás, amelynek a végén megérkezik a Mikulás. Ilyent még nem csináltunk az igézőben, tehát ilyen értelemben ez egy kísérleti program is, hogy a gyerekek a végén ajándékot is kapnak a Mikulástól, de hát itt természetesen a várakozás élményét próbáljuk megint csak átadni, hogy hogyan várjuk a Mikulást, és hát itt kisebb akadályokba ütközik, hogy miért nem érkezik meg a Mikulás, erről szól tulajdonképpen a mese, hogy nem találja a Mikulás a sapkáját, és ezért késlekedik, és aztán a végén már mindenki nagyon akar neki segíteni, hogy ez a süveg előkerüljön, mert süveg nélkül ugye hát nem akar a gyerekek színe elé kerülni. És aztán a koboldok is megérkezik, és titkuk is van, karácsonyi titkuk. Igen, a következő vasárnap, december 10-én immáron. Ez egy mesejáték, és azt hiszem, hogy megint csak várhatjuk a gyerekek tetszésviarát, mert hogy az másként nem is lehet. Igen, igen, ez egy párhuzamos történet, egy ember család karácsonyi készülődéséről, és párhuzamosan egy kobold család karácsonyi készülődéséről szól. A koboldok az óra mögött laknak, ez önmagában is izgalmas, hogy hát ezek a kis emberek ott hogy rendezkedtek be, és nekik is van szobájuk, és karácsonyfájuk, és ők is várják a karácsony, és hát nagyon szeretnék, hogyha az emberek kikészítenék egy rítusnak megfelelően karácsonykor az ő kásájukat, mert ez a jele annak, hogy az emberek elégedettek az ő egész éves munkájukkal. De az emberekhez megérkeznek a betlehemezők, és ezért elfelejtik kikészíteni a kását. És akkor hát ez okozza a bonyodalmakat. És akkor már közvetlenül ugye karácsony előtt vagyunk, az előző hét végén, szintén vasárnap, Petszon karácsonya. Igen. Petszon pedig egy idős ember és egy macska története. Findus macskáé megjelent rajzfilmben is ez a mese, Sven Nordqvist meséje, tüneményes, ez a közösség segítő szeretetéről szól tulajdonképpen ez a mese. Az öreg Petszon kificamítja a bokáját, és ezért hát szobafogságra kényszerül, és nem tud készülődni. Findus macska ugyan mindent megtesz, és az ő Petszon irányításával a macska azért próbál előkészülni erre a karácsony estre, de hát a szomszédok nélkül ez nem menne, és akkor jönnek sorba a szomszédok, és egymásnak átadják ezt az információt, hogy hát beteg a Petszon, és akkor mindenki hoz valamit, szóval egy csodálatos történet a segítőkészségről és a közösségről szól, a szeretetről. És ne feledjük el, hogy rajzóra lesz Beke Ágival minden szerdán 5-től 6-ig. Igen. Egy kérdés feltétlenül kívánkozik belőlem. Ezekre a csodákra, mindig más csodákra, hogy bukkantok rá? Hát látni kellene az ágyam melletti kis oszlopokat, mert hát karácsony előtt különösen sok mesét olvasok, és rengeteget olvasok most is az új meséket, hát a különböző ilyen online
könyv áruházakban ilyen 40-50 ezer forintos kosaraim vannak, mindig megpróbálok minden nap ránézni, hogy hát mit kellene szelektálni belőle, de azt lehet mondani, hogy rengeteg mesét és drámát olvasok, tehát egy nagy merítésből választom én ki azokat a produkciókat. Vannak nagyon jó mesék, amelyek igazán sikeresek lesznek. De ejtsünk szót arról is, hogy végre, 7-8 év után, mert én ezt körülbelül ennyi ideje találtam ki, végre megvalósul idén az adventi ablak is, az adventi Igen, naptár. Hogy a városháza ablakai és a bejárata pontosan 24 nyílást mutat magából, és ez alkalmas arra, hogy egy adventi naptárrá váljon. És ebben meg fognak jelenni minden nap azok a kis ajándékok, meglepetés ajándékok, amelyeket a közösség egyes tagjai adnak a közösség számára. Versek, mesék, különböző zenés produkciók, amiket nem árulok el, mert pont ez a meglepetés. De hogy én ennek úgy örülök, hogy ez nem igaz, hogy végre megvalósulhat, és hát majd ebbe is meg fogják látni a kedves nézők, hogy a Szabad Színház ablakai, vagy hát azok a kis produkciók, amiben mi részt veszünk, abban is mindig törekszem arra, hogy ott tényleg meglepetés legyen, hogy egy ilyen, ezt hogy csinálták, legyen benne egy ilyen kis meglepetés. Ha nem így mondtad volna ilyen gyönyörűségesen, akkor azt kérdeztem volna tőled, remélem, hogy egy kis nyugalom van az egyik ablakon mögött, de nem ez így nagyszerű. Egyetlen egy szót azért ejtsünk szintén a 60 esztendős évfordulóról. Készültek? Persze. Jövőre lesz, tudom én, és azt hiszem, hogy nagy éve lesz a történetnek. Én azt gondolom, hogy nekünk is talán szerep jut benne, hiszen próbálunk már most keresni a Szabad Színház múltjából olyan előadásokat, amit mi annak idején megörökítettünk. De azt hiszem, hogy ilyenkor nagyon dobban a szívünk mindannyiunknak. Igen, hát számomra a legeslegnehezebb feladat ebben a források összegyűjtése lesz. Mindenféle értelemben, anyagi értelemben is a forrásgyűjtés, meg a színpad életéből is a forrásgyűjtés, mert azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg dokumentum, anyag, ismeret van, és hát nagyon sokfelé ágazik a színháznak a története, illetve nagyon sokfelé vezetnek a szálai, többek között külföldre is, többek között profi színházakba is. Hát, hogy más nem mondjak, az egyik legismertebb színésznő, ugye Börcsök Enikő, aki a Víg Színház tagja és egyetemi tanára a Színházművészeti Egyetemen. Tehát gyakorlatilag generációk, családok, generációk vettek részt a színház munkájában. És hát emellett ugye egy nagyon elkötelezett közösségfejlesztő tevékenysége van és volt ennek a színháznak, úgyhogy mi az egész évet egy jubileumi évnek szánjuk, és hát azokat a közvetett kapcsolódásokat is szeretnénk bemutatni, mint például az idén elhunyt Boldizsár Péternek az irodalmi munkássága, ő nem csak rendezőnk és művészeti vezetőnk volt, hanem szerzőként is számon tartott személy, valamint nagyon sok könyv illusztrációja van régészeti témákban, és hát ezeket most megpróbálom különböző antikvárokból, meg a történeti múzeumokból, meg budapesti múzeumokból beszerezni, hogy egy kicsit a Péter életművét is be tudjuk mutatni ebben a jubileumi évben. Egy nagyon szép szlogent választottunk magunknak, egy Pilinszky verset, egy kicsit a parton talált kövekhez hasonló. Ez is, hogy ugye, amit a kisfiú megtalál a parton, ezt a követ, és hát arról szól az egész vers, hogy a kő milyen boldog, hogy ez a kisfiú megtalálta, de ezt a követ senki más nem találhatta volna meg, olyan szerencsésen, mint az a kisfiú, és a kisfiú mégis eldobja ezt a követ, mert hogy úgy gondolja, hogy a tenger vagy a víz, amibe bedobja, és az ott keletkező koncentrikus körök és hullámok és rezgések tovább viszik ezt a szeretetet, ezt a gondolatot, ezt az összetartozást,
és aztán egy egész víz visszhangozza vissza ennek a hatását. Tehát úgy gondolom, hogy ez annyira jellemző ez a Pilinszky vers, ami egész munkásságunkra, 60 évünkre, hogy gyakorlatilag ez lesz a szlogenje, de akár krédónak is beillene ez a vers, és különösen azért érdekes ez, ugye, mert Pilinszky foglalkozott a színházzal, a mozdulatlan színházzal, és hát ez pont a tavalyi szakmai konferenciánk egyik témája is volt, és élt Fehérváron, tehát különösen jól összekattannak a dolgok e tekintetben. Most, tehát akkor meg lesz a következő esztendőnek is a méltósága és a fensége, mint ahogy a karácsonynak is, ezt köszönjük, és hát én arra biztatok mindenkit, hogy vegye igénybe. Az igéző csak egy lépés a főutcán. Áldott szép karácsonyt kívánok mindnyájatoknak, Judit, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönjük mi is, és köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk, az elmúlt héten Székesfehérváron vendégeskedett 250 gyermek a határon túlról, az egész Kárpát-medencéből, délvidékről, felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből természetesen, a határon túli fiatalok a 13. Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság résztvevői voltak. A megnyitón ott jártunk mi is, és nézzük meg, hogy miként vélekednek az est vendégei. Olyan kiválóságok tisztelték meg Székesfehérvárt, mint Wittner Mária, az 1956-os forradalom legendája, Wikman Tamás, a koronázatlan király, ugye kenuban, kilencszeres világbajnokként, itt volt velünk Tolcsvai Béla, Kossuth Díjas dalénekes, és sok mindenki más. Nézzük meg ezt az összefoglalót. Kárpát-medencei fiatalok töltötték meg a Városháza dísztermét pénteken. A hétvégén Székesfehérváron tartották a 13. Összmagyar Diákbajnokság döntőjét. Varga Tamás honvédelmi államtitkár Székesfehérvár országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte, a találkozó a közös nemzeti jövőépítés alapja. Azt gondolom, hogy jelképes és nagyon fontos üzenete van annak, hogy annak a napnak az estén nyitjuk meg ezt az összmagyar diák eseményt, amelynek napnak a délelőttjén a magyar állandó értekezlet ülésezett, ahol a magyar kormány, a magyar pártok találkoznak a határon túli magyarság képviselőivel, felvidékről, Erdélyről, Vajdaságból, a Muraközből, Horvátországból, tehát mindenhonnét. És ott elhangzott egy nagyon fontos mondat, hogy az elmúlt hét évben minden, amit tettünk, az a nemzetegyesítésről szólt. És most, hogy a nemzet közjogilag is, és lélekben és szellemileg is egyesült, a következő évek feladata a nemzetépítés lesz. És ez kezdődik most itt Fehérváron, ugyanaz összmagyar találkozók folytatódnak, hiszen ez már a 13. De itt a fundamentumok, az alapkövek letétele zajlik. Három nagyon fontos pillért tesz le ez a háromnapos találkozó: a sport, amely kitartásra, állhatatosságra nevel, edzi a testet, hogy a test a szellemi értékek befogadására alkalmas legyen, a történelemmel a hagyományainkat és a múltunkat ismerjük meg, és a harmadik nagyon fontos, ami összeköt minket, és ami közös bennünk, az a magyar nyelv, hiszen a másik fontos mondat, ami elhangzott, amit Orbán Viktor miniszterelnökünk megfogalmazott ma is, és már Kolozsváron is, hogy a Kárpát-medence jövője magyar nyelven íródik. És a nemzetegyesítéssel és a nemzetépítéssel talán a határon túli magyarság kifejezést is azt hiszem, hogy meghaladtuk, és kárpát-medencei magyarokról beszélhetünk, hiszen egyesült a nemzet, amelyhez természetesen a Kárpát-medencén kívül a diaszporában élő magyarokat is beleértjük. Cserpakovics András polgármester megnyitó beszédében reményét fejezte ki, hogy az ország történelmi fővárosában szerzett élmények segítenek abban, hogy az ifjú nemzedék tovább vigye őseik hagyatékát. Érzem, hogy ez egy missziós tevékenység az alapítvány részéről, és azt gondolom, hogy ilyen nemzeti kérdésben folytatott missziónak Székesfehérváron helyet kell, hogy adjunk,
hiszen valóban a nemzettörténelmi fővárosakért mi felelősséggel bírunk, nem csak az itt élő emberekért, hanem azt gondolom, hogy összmagyarság ügyeiért is. Ez történelmi küldetésünk és kötelezettségünk, és mi betestesedhetne ki jobban, mint hogyha nem a fiatalokra, a gyermekekre gondolunk. Ezért örömteli az, hogy több mint 250 fiatal érkezett a Kárpát-medencéből, olyan magyarok, akik határon túlélnek, akik ismerik a magyar történelmet, tudják Fehérvár szerepét, és összemérik tudásukat négy sportágban, illetve történelemben és irodalomban. De emellett én bízom benne, hogy nagyon jól is fogják magukat érezni itt Székesfehérváron, sok élményt fognak magukkal elvinni, és hogy ez mennyire misszió, azt jól jelzi a program. Nem csak az, hogy itt a Városháza dísztermében köszönhetjük őket mindegy megnyitva ezt a több napos rendezvényt, hanem ők el fognak zarándokolni a nemzeti emlékhelyre is, ami pedig nemzetünk bölcsője, országunk bölcsője, és azt gondolom, hogy a közös kultúránk, közös történelmünk egyik legfontosabb szent helye. Külajos az Aranycsapat alapítvány elnöke, az összmagyar diákbajnokság megálmodója hitet tett amellett, hogy a találkozó egyben a határon túli nemzetegyesítés példája is. Hihetetlen boldog vagyok, szépséges szülővárosomba kérem elhozni ezt a fantasztikus mozgalmat. A helyzet az és az igazság, hogy itt kezdtünk labdarúgással, tehát kinti sportága, és utána ide tértünk vissza 14 évre rá, kérem, a teremsportokkal. Csodálatos érzés, és tényleg hát az ember itthon van, királyok városába, és hát én gondolom átérzi mindenki, aki ide jön, de aki nem érzi át, azzal megpróbáljuk megértetni, hogy tulajdonképpen szent földön jár. Az esemény díszvendége Wittner Mária, az 1956-os forradalom legendája, példaértékűnek nevezte a programot, amely megerősítést nyújt a jövőnek is. Ne csak nyelvébe legyen magyar az ember, hanem szívében is. Mert az, hogy a nyelvet beszélem, az egy dolog. De ha a szívem nem azonosul az anyanyelvemmel, akkor ott baj van. Nagyon nagy baj van. Egyébként én már voltam egyébként a Fradi pályán fejeződött be a foci, a Kárpát-medencei foci dolog. És nagyon jó szolgálatot tett az a zászló, amit ott aláírattam, mert az ment a Tajpani Süket Néma vízilabdások olimpiájára. És ennek ott van értéke, a másikat pedig a nyertes foci csapat, akkor Kárpátalja nyert, és ő kapta meg. Úgyhogy vannak ilyen emlékek, amik belesimulnak az ember életében, de el nem feledhető. Wichmann Tamás, a kajakkenu koronázatlan királya is elkötelezettje az összmagyar találkozónak, amely az építkezés alapja. Maga az alapítvány az nyilvánvaló, hogy arra jött létre, hogy a gyerekeket, határon túli gyerekeket megismertessük hazánk nevezetességeivel, és többek között itt vagyok, mint nevezetesség. De ez csak a viccet réfa, de tényleg az, hogy az együvé tartozásnak egy jelentős értéket tudjunk adni, és érezzék azt, hogy van, ahol szívesen látják, van, ahol érdeklődnek utánuk, és ahol a tudat, a nyelv használata, az a fajta belső érzés, ami minket együvé varázsol, azt egy kicsit ápolni. Egy kicsit úgy ápolni, hogy legyen közte megismerés, hiszen sokszor a mi gyerekeink sem tudják. Én magam is úgy voltam vele, hogy nem emlékeztem, vagy nem tudtam, hogy a határ túloldalán 1000 vagy 800 kilométerrel még a magyar területek vannak. És aztán felnőtt koromban tapasztaltam, hogy Erdély túlsó végén, a gyimesekben, hát úgy beszélnek magyarul, mint itt nálunk. A felvidékre fölmegy az ember ott is, és amikor Mátia Jubekkal dolgoztunk közösen, akkor hát boldogan tapasztaltam, hogy a délvidéken szót értettem az ottaniakkal, és ez nagyon felemelő volt. De sokan nem tudták, a mi korosztályunk ugye ennek
hiányát szenvedte, hiszen nagyon el volt hallgatva az a magyar történelem, amit ugye Trianonnal ugye, hát megfosztottak bennünket ettől a közös értéktől, az közös tulajdonságainktól. És ha akárhogy is van, de igyekszünk ezt ápolni, újra fenntartani, járni az elszakított területek városait, falvait, a gyerekekkel beszélni, igazgatni az ő kis életüket. És nagyon, én úgy gondolom, hogy ez egy kedves és hasznos délután lesz a holnapi, illetve a holnap utáni, a vasárnapi is, ahol a gyerekek megismerhetik koronázó városunkat, és hát együtt fognak beszélgetni az itteniekkel, a határon túliak, a Kárpátalja, a délvidékkel, és természetesen az erdélyek, mondjuk az felvidékiekkel. Én nagyon bízom benne, hogy jól fogják érezni magukat, és nem állunk le, úgyhogy folytatjuk tovább ezt a úgymond nemzet egyesítést, és ez egy nagyon szép feladat, én úgy érzem. Öreg apám, ne töl Isten, édes apám, nem becsültem, édes anyám, hol tanultam a magyar nyelvet én. Tolcsai Béla, a magyarság őszbehajló dalnoka számára minden egyes pillanat fontos, amely az összetartozás misztériumáról szól. Nem is tudom hány éve már, hogy Kül Lajos megtalált engem, hogy határon túli fiatalokat hoz össze bajnokságra, fotballbajnokságra. És hogy én jöjjek oda, és amikor a kezdőrugás van, akkor egy ilyen szemüveges gitáros kezdődjel a meccse. Onnantól kezdve ott ragadtam, de nem csak ott, hanem magában a magyar aranycsapat alapítványban. A régi nagy focistáktól kezdve a magyar olimpikonok, akik dicsőséget hoztak Magyarországnak, azok között ülhettem egy asztalnál mindig. És akkor vállaltam el, hogy ha vannak ilyen rendezvényei, akkor mindig eljövök. Olyan dalokat énekelek, amiben a magyarság tudatra odafigyeltetem azokat, akik esetleg az egész földön akarnak élni, és nem azon a helyen, ahol születtek. Én odafigyeltetem a gyerekeket, hogy nagyon-nagyon használják az édes anyanyelvüket, és soha se felejtsék el a szülőhelyüket. A kétnapos vetélkedés bizonyította, az új generáció fiataljai érdemesek arra, hogy tovább erősítsék a magyarság identitását szerte a Kárpát-medencében. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!